Először is szeretném köszönteni Ő Excellenciája Góri Sankar Gupta urat, India magyarországi nagykövetét, és szeretnénk megköszönni neki, hogy megtisztelt bennünket a jelenlétével. Ő nem csak egy nagyszerű nyitőelőadást fog tartani, hanem frissen megjelent könyvét is fogja önöknek dedikálni, amelyet megvásárolhatnak majd itt az asztalnál, itt a bejáratnál lévő asztalnál. Szeretném köszönteni kedves előadónkat is, akik saját tudományterületük nagyszerű ismerői, és én azt hiszem, hogy a segítségükkel egy rendkívül izgalmas napnak nézünk elébe. És persze nem utolsó sorban szeretném köszönteni önöket, akik ilyen nagy számban eljöttek és szintén megtiszteltek bennünket a jelenlétükkel. Röviden szeretném bemutatni önöknek a Bhaktivedanta Hittudományi Főiskolát, amely a Magyarországi Krisna Tudatú Hívők Közösségének államilag elismert felsőoktatási intézménye. Jelenleg két szakon oktatunk, Vajsnava Teológia és Vajsnava Jóga Mester BA szakokon, és jövő szeptembertől indítjuk Vajsnava Teológia MA, azaz Mester szakunkat. Mi nagy hangsúlyt helyezünk arra, hogy a tudomány és a vallás, valamint a vallások egymás közötti párbeszédének fórumot adjunk, és ez a Létkérdés konferencia is mindig ennek az eseménye. Létkérdés konferenciánkat általában Magyar Tudomány Ünnepe rendezvénysorozat keretében rendezzük meg. Úgyhogy ez is most ennek a nagyszerű sorozatnak az egyik jeles rendezvénye reményeink szerint. Én nem is szaporítom tovább a szót, hanem visszaadom Andreának, és nagyon kellemes időtöltést kívánok önöknek, és egyben megnyitom a konferenciát. Köszönjük szépen a megnyitót. Szeretnék pár szót mondani önöknek a mai konferenciánknak a témájáról, amely azt a címet visel, hogy az egészség pillérei, Ájurvéda, jóga és filozófia. A téma társadalmunk széles rétegeit érinti, hiszen a mindennapok során a saját bőrünkön tapasztalhatjuk, mennyire túlhajszolt és stresszes az életünk, milyen nehéz egyszerre megfelelni a munkahelyi elvárásoknak és a családi kötelezettségeknek is. A Létkérdés konferencián többek között ezekre a problémákra is megoldást találhatunk. Az előadók segítenek megérteni, hogyan tehetnék életünket egészségesebbé és teljesebbé az Ájurvéda, a jóga és a filozófia gyakorlati alkalmazásával és praktikus útmutatásai szolgálnak számunkra. A konferenciánk egyik különlegessége, hogy az érdeklődőknek egész nap lehetőségük nyílik az előadásokon elhangzott elméleti tudást a gyakorlatban is kipróbálni. Orvos előadóink életmód tanácsadással állnak majd rendelkezésükre, illetve kiállítunk standjainál megismerhetik többek között az alternatív gyógymódokat, az ájurvédikus gyógykészítmények, gyógykövek alkalmazási lehetőségeit. Szert tehetnek egészséges naturkozmetikumokra, és étkezési tanácsadónktól arra is választ kaphatnak, hogy milyen élelmiszerek segítik leginkább egészségük megőrzését és a jó emésztés kialakítását. Az emeleten található az egészségbazár, ahol mindezeket megtalálják, a pultokat, kérjük látogassák meg a standokat szünetekben és délután. A délutáni program egyik részében a gyakorlatban is megtapasztalhatják a hatha jóga testükre és lelkükre gyakorolt áldásos hatásait. Ebben a Bhaktivedanta Hittudományi Főiskola oktatói lesznek segítségükre. Az egésznapos konferenciánk másik különlegessége, hogy az előadásokon, a jógaórákon és a tanácsadásokon való részvétel teljesen ingyenes. Mindenki a vendégünk az egészség pilléreinek megőrzésében. Lehetővé szeretnénk tenni, hogy erről a fontos témáról mindenki tudomást szerezzen. Megkérném azonban a kedves vendégeinket, hogy az orvosi konzultációkra legkésőbb 13:30-ig jelentkezzenek be a pultoknál. Szeretném megkérni első előadónkat, Ő Excellenciája Góri Sankar Guptát, hogy tartsa meg előadását.